Ez a híradó 8 órakor, az M1-en Rapp Ferenc vagyok, jó reggelt kívánok! A közel-keleti konfliktusról tegnap délután zárt ajtók mögött tárgyaltak az Unió külügyminiszteri tanácsának tagjai. A találkozóra a térségből valamennyi érintett fél meghívást kapott. Napirendre került egy uniós béketerv is. Josep Borrell, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője a megbeszélés után azt mondta, álláspontja szerint két állami megoldásra van szükség, vagyis létre kell hozni a független palesztin államot. Ezt azonban Izrael elutasítja. Azt gondolom, hogy a palesztinok halála és a térségben végbe menő pusztítás nem hozza közelebb a Hamász vereségét. A harcok nem hozzák meg a biztonságot Izraelnek, épp ellenkezőleg a jövőbeli erőszak magvait veti el. Arra kérem a nemzetközi partnereinket, hogy támogassák a konfliktus békés lezárását. Az izraeliek által végrehajtott terrorellenes műveletek sikeressége globális érdek. Erről is beszélt Szijjártó Péter az uniós külügyminiszterek tanácskozásának szünetében. Kiemelte, Magyarország nonszensznek tartja az Izrael ellen a Hágai Bíróságon indított eljárást népirtásért. Hozzátette, a túszokat haladéktalanul és feltétel nélkül szabadon kell engedni, köztük a még fogságban lévő egy magyart is. Még fogságban lévő túszok haladéktalan és feltétel nélküli kiengedését szorgalmazzuk. Ugye egy magyar állampolgár még mindig túszként szerepel, őszintén reméljük, hogy életben van. Múlt héten találkoztam a magyar túsz és orosz túszok családjaival is. Magyarország továbbra is folyamatosan kapcsolatban van Katarral és egy másik országgal, amelynek kilétét itt most az eredményesség érdekében, ha nem gond, nem fedném fel, annak érdekében, hogy a túszok, köztük a magyar állampolgárságú túsz is minél előbb ki tudjon szabadulni. Ukrajnába látogatott Lengyelország új balliberális miniszterelnöke Donald Tusk, bár az előző lengyel kormány tavaly beszüntette az Ukrajnának küldött fegyveres támogatást, a frissen kinevezett kormány főszeret néha országát ismét Ukrajna legelkötelezettebb szövetségeseként tartanák számon. Ennek érdekében a katonai együttműködésre irányuló lépéseket jelentett be Kijevben. Fontos vendég érkezett Kijevbe az ukrán egység napján. Lengyelország új miniszterelnöke Donald Tusk hétfői látogatását az elmúlt két év harcaiban elesett ukrán katonák előtti tiszteletadással kezdte. A lengyel kormány főkoszorúzással tisztelgett a katonai emlékműnél. Donald Tusk kinevezése óta először jár a háború sújtotta országban. Mint fogalmazott, azért érkezett Ukrajnába, hogy megerősítse Kijevet a lengyel támogatásról. Semmi nem fontosabb, mint Ukrajna támogatása az Oroszország elleni háborúban. Vannak olyan kérdések, amelyekben nem egyeznek az érdekeink, de ezeket a barátság szellemében fogjuk megvitatni. Számomra kiemelten fontos, hogy Lengyelország továbbra is Ukrajna legelkötelezettebb szövetségese maradjon. Azért is vagyok most itt Kijevben, mert ez a háború az egész világot, a lengyelek biztonságát pedig különösen fenyegeti, mondta a lengyel kormányfő. Lengyelország kezdetben Ukrajna legeltökéltebb támogatójaként volt ismert. A két ország kapcsolata azonban tavaly megromlott, miután szeptemberben az ukrán vezetés a gabona importra vonatkozó tiltások miatt Magyarország mellett többek között Lengyelország ellen is feljelentést tett a kereskedelmi világszervezetnél. A lengyel kormány azóta beszüntette a fegyvertámogatásokat. A frissen kinevezett miniszterelnök Donald Tusk azonban újra fegyvereket küldene Ukrajnába. A balliberális politikus Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel folytatott találkozóján kiemelte, a varsói és a kijevi kormány biztonsági együttműködésének keretében fegyvereket és lőszereket gyártó közös vállalkozásokba fognak beruházni. Donald Tusk keresetlen szavakkal bírálta Magyarországot kijevi látogatása során. Az ukrajnai háborúval kapcsolatos magyar álláspontot európaiatlannak nevezte, hazánkat pedig Európa elárulásával vádolta meg, a politikai pokol legsötétebb helyét emlegetve. Szijjártó Péter külügyminiszter úgy reagált, Magyarország egy szuverén ország, ragaszkodik az álláspontjához, ragaszkodik ahhoz, hogy minél előbb béke legyen Ukrajnában. Hozzátette, az Európai Unió alapvető értékei közé tartozik, hogy nem lehet szankcionálni valakit pusztán azért, mert más véleménye van. Magyarország egy szuverén ország, Magyarország egy olyan szuverén ország, melynek joga van a saját véleményét képviselni, joga van a saját álláspontját kifejteni és képviselni. Ha tetszik ez Donald Tusk miniszterelnöknek, ha nem tetszik neki.
Legkésőbb január 30-áig minden tanár és óvodapedagógus megkapja a hivatalos értesítést a béremelése pontos összegéről. Ezt a belügyminisztérium államtitkára mondta. Rétvári Bence közölte, hogy amint egy 140 ezer érintett február elején megkapja a számlájára a megemelt fizetését. Az államtitkár kiemelte, a folyamat nem áll meg, mivel a kormány 2030-ig vállalta, hogy a diplomás átlagbérrel együtt emeli a tanárok és az óvónők fizetését is. 2022, 23, 24, 25 ebben a négy esztendőben összességében legalább 93,5%-kal fog nőni a magyar pedagógusoknak a bére. Nagyon fontos számunkra a pedagógusoknak a munkája, ezért is ilyen kimagasló ez a béremelés. Ezért mondhatjuk azt, hogy ez a béremelés, ami most zajlik, ez a valaha volt legnagyobb béremelés. Panaszkodtak a fővárosi utasok az M1-nek hétfőn reggel a járat ritkítások miatt. Sokan azt mondták, érezhető, hogy egyes vonalakon kevesebb busz, troli vagy villamos jár, mint korábban. Az M1-nek nyilatkozó elemző arról beszélt, Karácsony Gergelyék egyeztetés nélkül szakmai tudás hiányában hoztak döntéseket. Munkába induló utasok a Blahalújza téren hétfőn reggel ide is ritkábban érkeztek a járatok, amin sokan fel is háborodtak. Nagyon ritkán jönnek most. Ha nem találja azt a busz, kell 10 percet, 12-t, még ha azt se talál, akkor aztán kell, hogy 20 percet majdnem várjon. Nagyon nem jó így. Volt, aki az M1 kérdésére azt válaszolta, a járat ritkításról a főváros nem tájékoztatta időben az utasokat. Nem értek vele egyet, mert nagyon sok az utas, és meggondolatlan lépés volt. Hogyan értesült erről? Interneten. A 9-es busz Kőbánya és Óbuda között szállítja az utasokat múlt péntek óta ritkábban. Ezt a vonalat is érintette a ritkítás. Ez pedig már a Ferenciek tere. Egyes járatok ide is ritkábban érkeznek hétfőnként és péntekenként. Kellene sűríteni, vissza kéne állítani az eredeti, ami jobb volt, mert ugye most ritkították. Az utasok járatritkításról beszélnek, a főpolgármester azonban ennek az ellenkezőjét állítja. Járatritkítás meg nincs. Karácsony Gergely erről az ATV-ben beszélt. A főpolgármester ráadásul ugyanebben az interjúban később elismerte, ritkították a járatokat. Mégis csak visszavettek valahol azt. Hát azért, hogy máshol adjunk. Letagadta a tényeket, amiket viszont mindenki átélt. Karácsony Gergely letagadta a tényeket, erről a Nézőpont Intézet elemzője beszélt. Rottyis Bálint hangsúlyozta, a főpolgármester szövetségesei jogosan dühösek a járatritkítás miatt, és nem is várható, hogy ezt az intézkedést visszavonja a főpolgármester. Az elemző ezt azzal indokolta, hogy szerinte Karácsony Gergely nem hozhat önálló döntéseket, mert a fővárost Gyurcsány Ferenc és az általa vezetett DK irányítja. Vitát kellett volna folytatni erről az intézkedésről, hogy ezt a baloldal gyakran követeli például a kormánnyal szemben, hogy az intézkedések előtt legyen egy vita. Úgy néz ki, hogy saját magukra ezt a követelményt nem tartják fontosnak. Ez azért lett volna fontos, mert akkor a vitán kiderültek volna különböző álláspontok, illetve abból, hogy láthatóan az intézkedés hatására az emberek nehezebben jutnak el A pontból B pontba, kiderült az is, hogy ha volt elemzés, állításuk szerint volt, de ezt még egyenlőre nem tudjuk, hogyha volt is, akkor ezek hibás elemzések voltak. Én ezért elnézést kérek. A BKK vezérigazgatója Walter Katalin az ATV-ben elismerte, hibáztak azzal, hogy nem jól kommunikálták a járatritkítások bevezetését. A BKK korábbi vezérigazgatója Vitézi Dávid pedig a közösségi oldalán osztott meg fotókat arról, hogy pénteken a Tököli úton sokan lemaradtak a buszokról. Karácsony Gergely szerint ezek a képek ott készültek, ahol egyébként is nagy a tömeg. Erre az állításra a Totálkár reagált. Úgy fogalmaznak, a felszabadult járművek valószínűleg ott állnak valamelyik garázsban, ahelyett, hogy besegítenének csúcsidőben. Az Autósportál hozzátette, ha az adott helyszínen mindig tömeg van, akkor inkább a járatok sűrítésére lenne szükség. Döbbenetes összeg kerülhetett a Lánchíd felújítás kivitelezőjétől a számlagyárügy kulcsfigurájának cégéhez, erről ír az ATV. A portál azt írja, két év alatt 1,4 milliárd forintnyi összeg mehetett az Ahíd ZRT-től a számlagyárügy gyanúsítottjának cégéhez. Az ATV úgy tudja, a gyanú szerint a beérkezett pénzből mintegy 900 millió forintnyi összeget, jellemzően még beérkezésük napján tovább utalhattak a december elején őrizetbe vett Wigmore ügyvédhez köthető magán, illetve ügyvédi letéti számlákra. Majd rövid időn belül készpénzben felvehették azt. A jobbikos Brenner Koloman a napokban vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte, amit a Fidesz is támogat.
A népszerű eseményeket és az építkezéseket folytatni kell a Veszprém-Balaton régió megerősítése érdekében. Erről beszélt Navracsics Tibor a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program kapcsán. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter úgy fogalmazott, az ott élők közös érdeke, hogy az eddig elért eredményeket sikeresen hasznosítsák. Vannak már kezdeményezések a turisztika területén is. Egy fél évvel ezelőtt írták alá a bakonyi települések a bakonykártát, amely mint egy kiegészíti a Bakony-Balaton térség, tehát a Bakonytól délre eső térségek kulturális együttműködését. Most van alakulóban egy Szentgyörgyhegy, a Szentgyörgyhegyel kapcsolatos összefogás, amely a nyugati bástyáját jelentheti. A híradó után Bitman Emil folytatja a Nemzeti Sporthíradóval, utána jön az időjárás jelentés, majd folytatjuk a ma reggelt. Tartsanak velünk a továbbiakban is.